Nos, hát itt lehet látni a munkánk eredményét, egy-két követ beleraktunk az útba, mert féltünk, hogy nem jön át az autó. Hát ugye így jobban lehet látni, talán ez, nem is tudom, hogy a legmélyebb részén volt 20-25 centi is, aztán nehogy felakadjon az autó. Csak sír a babi. Megyek. Jövünk fölfele a Répát hegységben, bár nézem, arrébb megint van valami nagyobb árok. Remélem azt is nem fog kellett így föltöltenünk, mert fő a biztonság, ugye itt van, Dóri tartja a kamerát, Levi a kocsiba. Hát az autó az meg nem egy terepjáró, csak egy kis busz, hát majd terepjárót is tervezünk beszerezni. Lényeg az, Dóri nézi, hogy vedd fel azt is, hogy megyünk át a készített utunkon. Vehetnénk egy kicsit ilyen Ford Transit tesztútnak, mert szerintem nem sok Ford Transit volt, ami ilyen utakon, meg ilyen körülmények között jött volna. Hát előtte nekünk egy sprinterünk volt, ami jóval magasabb felépítésű, lehet, hogy 5 centi. Na de hát ilyen utakon az 5 centi az rengeteget jelent. Na meg az is, hogy hátsó kerék meghajtású volt. Ez meg nem tolja föl magát, hanem ugye húzza, és hát föltolni sokszor, hát az könnyebb. Na, megint ott is jön egy jó kis emelkedő. Kimehettél volna itt is csinálni egyet. Nos, föl is érkeztünk a Répát hegység egy gyönyörű pontjára. Hát itt meg nem fogunk tovább menni, mert túl meredek lesz az út, és túl kavicsos. És gomba mindenfele. Egy gyönyörű őzlábat találtam, hát csak már jó öreg. Nézzétek, olyan, mint egy esernyő. Ezt nézzétek meg, az ujjamat oda mellé rakom, vagy mögé. Lehet látni, hogy mekkora. De láttunk egy csomó pöfeteget. Azt meg majd leszedjük szépen, és visszük haza
Na hát látjátok, itt meg ilyen az út. Lejjebb jövök, hogy lehessen látni is. Ezt nézzétek meg, hát jó meredek is. Hát egy négykerekessel lazán föl lehetne menni. Kicsit technikásan, mert ugye ott a kő is azért kipattan, meg az a nagy kő ott középen, ez pont rossz helyen van. De hát ez van. És hát most olyan 1350 méter környékén vagyunk. És ott középen lehet látni ez a úgynevezett bogosi ház. Ezt itt a közbirtokosság építette ide. Hát itt most egy picikét így jobban lehet látni a bogosi házat. És mögötte ugye a gyönyörű panorámát. Nem erre hegységre. Elég párás a levegő viszont. Na de mindjárt felmegyünk ennek a hegynek még a tetejére, és akkor leszünk olyan 1350 magasan, körülbelül. És azt nézem, hogy milyen jó helyre építették ezt a kis házat, mert itt van egy jó kis forrás. Van ott több is, az is ott el van kerítve, meg ez is elkerítve. Nézzétek itt. Folyik végig bele az itatókba. Ebbe is itt belefolyik. Hát most békanyálas meg minden a víz, de én azt mondom, ez még mindig inkább természetesebb, mint a csapból folyó bármi. Tök jó. És ugye itt indul el a kis patakocska, lefele itt van a forrása tulajdonképpen. És szinte hihetetlen, hogy ebből az egy hegyből, hogy mennyi víz kipréselődik, mennyi vizet tud tartalékolni. Hát ugye az Alföldön ez nincs meg. Mivel ott nincsenek ilyen hegyek, völgyek, források, ott csak kutak. Hát felérkeztünk, ez az úgynevezett Kapocák nevű csúcs. Majdnem 1400 méteren vagyunk, még arrébb van a káposztásoros, ami 1400 fölé is nyúlik. Ott szembe velem a felhőkben, ott pedig a Nemere hegység, ott már vannak 1600 méter fölötti csúcsok is. Arra nézek, ott a csiki havasokat lehet látni, meg egy kicsit a Kárszoni medencét. Hát itt fenn nekiállt szépen fújni a szél, de hát nem is csoda. És mögötte látom halványan a Harkita hegységet, az a baj, hogy elég párás a levegő. Ott középen látom a Csomád hegységet, ugye ahol a Szent Anató van, aztán arra fele a messzeségben meg ott vannak a háromszéki havasok, hát meg a Répád hegységnek is a nyúlványai. Ez is majdnem 300 négyzetkilométer, ez is olyan 40 kilométer hosszan elnyúlik, tehát nem olyan kis hegység, de elég keskeny. És ott lehet látni Dórit, meg egy kisfiút, akinek most nem tetszik semmi, sajnos. Nézzük meg ezt a kisfiút, hogy ő ott van jó bebugyolálva. Hát szia, baba! Ő is eljött velünk, igaz, Levi? Itt vagy velünk, van rajta csapka is, cucli is van nálad, és bazsajog a cubija alatt a kis fiú, a kisbaba. Na. Hát attól függetlenül figyeljetek, ez gyönyörű. Nézzétek, ott középen egy-két fotót is csinálok. Na, az a baj, hogy hiába fényképezek, csinálok bármit is. Aha, nézem, ott meg lent, ott is valami itató van, lehet, hogy egy Esztena. Talán. Na, Dóri kiveszi Levit. Várjál csak, csomagold is be. Segítsek. Még eljövünk erre a pontra is itt. Ha valaki ide rakott volna egy követ is. Aha. Még van benne egy kereszt is. Most 1400 méter magasan vagyok. És Dóri viszi a kisfiát.
Menjünk vissza, babám. Jó, mert eléggé fúj a szél. Most mindjárt megmutatom az autót is. Én meg lehet, hogy lefele mellett a baba hordozót ott lehet látni. Nézzétek középen egy picit az autót. Hát egy pár száz métert eljöttünk fölfele. Jaj. És láttunk közben... Hú, Dóri, ezt nézd meg, csak ez már öreg, szerintem kiborult. Ez szép nagy volt ez a őzláb. De merre jöttünk? Jó, én meg ilyen érdekes őzlábgombákat találtam. Nézzétek meg, milyen tömzsi törzse van. Ez biztos a nagy magasság miatt is, meg a hideg miatt is nem nyílik ki úgy. De jó kemény a törzse, ahogy nézem. Na, ide gyűjtjük őket, látjátok. Már ötöt szedtem. És jövünk lefele a kocsihoz, és úton, útfélen őzlábgombát találunk. Ez már egy picit védve van a... De olyan kemény a törzse, olyan nehéz eltörni, figyeljetek. Jó kis bunkós. Merre látsz még gombát? Vagy azt leszedtem pont? Jaj. Hát ez majd olyan gombóc alakúra ráncs ki. De mehetünk, Dóri, a ház fele is. És hogy lássátok, itt is rengeteg galóca, meg tinórú féle van. Ott is, messzebbre is lehet látni. Hát itt a bogosi ház. Mögötte egészen, nézd meg, Dóri, ott a felhők fölött lehet látni a Nemere hegységet. Hát igen, az már komolyabb. Hát nem tudom, mennyire lehet látni. Én szabad szemmel tök jól látom. Már ugye 1600, három csúcsa is van, ami 1600 méter fölé megy. És ez pedig itt előttünk az út, ahol megyünk most már visszafele. De gyönyörű, ott távolba egy esztenát is látok. De szép. Ha igazából, megmondom őszintén, itt laknék legszívesebben. Csak hát itt a tél az fél évig tart legalább. És itt meg ilyen fotballlabdák vannak az út szélibe. Megnézzük, hogy micsodák ezek. Jaj. És itt lehet egy-két jó nagy labdát találni. Odaadom a kamerát, Dóri, fotózom. Ezt nézzétek meg, milyen szép nagy. Na, mondjuk lehetne nagyobb is. Na, ez ki tudja, hogy milyen gombaféle fajta. Az írja meg, és tartsatok velünk máskor is a kis filmjeinkben. És olyan jó, olyan, nem is tudom, mint egy kosárlabda, olyan fogása van. És tartsatok velünk máskor is a kis filmjeinkben, és iratkozzatok ide fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok!